Pár hétig nem léphet pályára Stine Oftedal, a Győri Audieto KC női kézilabda csapatának irányítója, akinek az orrában törés diagnosztizáltak azok után, hogy a csapat edzésén egy ütést kapott az arcára. A norvég kézilabdázó már a Győr Metzelleni elvesztett bajnokok ligája mérkőzését is kihagyta. Ambros Martin vezetőedző pedig néhány hétig még biztos nem számíthat a klasszisra. A Telekom Veszprém a kezdeti nehézségeket követően simán 42-32-re legyőzte hazai pályán a MOL Tatabánya KC-t vasárnap, a férfi kézilabda nb 1 negyedik fordulójában. A találkozón hatalmas tempót diktált mindkét csapat, és a Tatabánya korán, Három perc elteltével három gólos előnyre tett szert, majd a hetedik percben már 8-3-as vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. Negyed óra játékítő után 13-8-ra vezetett a tatabánya. Ezután megkezdte a felzárkózást a Veszprém, majd fordított Mamirilics csapata. A második félidőben tovább nyílt az olló, Bjarke már Ellison találataival már héttel vezetett a Veszprém. A vendégek remek játékkal egyre csökkentették a differenciát, ennél közelebb azonban nem, tudtak, nem jutottak. Sőt, a Veszprémiek szédületes hajrát vágtak ki, végül 10 gólos, 42-32-es diadalt arattak. A női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének harmadik fordulójában a, női, a román ezüstérmes CSM Bukoreszti a Szikora Melinda neve által fémjelzett BTK met fogadta. A találkozón a vendégek kezdtek jobban, az első félidőben a román. Az első félidőben volt hogy négy góllal is vezettek, de a fordulás után Krisztina Neagú vezetésével a románok fordítani tudtak, és a 45. percben két góllal is vezettek. Az utolsó negyed óra sok fordulatot hozott, hol a román, hol a német csapat vezetett. Bő két perccel a vége előtt a B-Tikheink Smith gólya után 28-26-ra vezetett, majd Szirámbád embele és Malin Aune is betalált, a CSM így 28-28-as döntetlenre mentette a mérkőzést. thank you